kellett eltávolítani a csumáját a paprikának. Itt a zöld részen benyúlunk. Aztán ezzel együtt mondtam. Dományos paprika csomó eltávolítás 2. Ezt a módszert Andrészki Zoli barátomtól tanultam. Nem egyesével szerteljük a paprikát. Sokáig tart. Utlán kettesével, nem késsel húzzuk fel. És egy a lényeg, hogy lecsó, bánja, lecsót. Lecsó hozzávalói két személyre. 7 kg paprika, mert hogy fejenként Zoltán szerint legalább 1-1 kg paprikát kell beletenni. Aztán a másik nagyon fontos, az a vörös hagyma. Ez kérem vörös hagyma. Figyeljenek! Zoltán, próbáld meg összenyomni, összeroppantani. Esélytelen. Ezt nem lehet. Ezt kérem, makói vörös hagyma. Hát, ha már a nyár ízeit gyűjtjük egy sokorba, akkor ez a szép cukinit mosolyog rám ebben a szép kis ládában. Nem szeretem őket tördelni, még beszéltem a lány, de biztos van, aki szakosabban csinálja. Mutasd a méretét. Hát ekkora. Közben ültünk, és vártuk, hogy begyulladjon. Ami már begyulladt, egyébként nagyon nehéz volt. Talált egy nagyon jó ötlet, amit most Szabolcs fog bemutatni. A hozzávalók itt vannak, hagyma, paprika, paradicsom, jót. Egyébként vigyázzuk el, mindjárt leég minden. Igen. A ropit fogyasztunk közben. A ropi nagyon finom. Na, nem az a macskallomnak való ilyen amerikai hal, hanem inger is a magyar ropi. Amit fel lehet turbózni egy gerezd fokhagymával, a sózott részen, óvatosan, meg a bordázott részen, megdörzsöljük. A randi után előtt kiváló. Szerezés. Egy löpött jó oregánó, de csak kevés, mert egy picit már raktunk az előbb bele, úgyhogy óvatosan. Én a magyar paprikát teszem bele. Még jó, pepos paprika. Hogy menjen? Adj gazdagon! Az az. Nem, de tettünk bele. És akkor csak úgy ízlésesen egy picike bors. Úgy, hú, az lehet, hogy jó sok lett. De ez miért jó egyébként hozzá a tarhonya? Mi a lecsóhoz? Én szeretem a tarhonyát hozzá. Még a tarhonyát mindenféleképp szeretem. Igen. Már érkezik is. Júj. Nézzük a tálalást. A tálalás lelke minden. Hát azt nem tudjuk. Lehet, hogy főzni se, de marha jó puszti, nem? Nekem bejön. Nagyon bitangó néz ki. Igen, nem baj, hogyha neked egy kicsit több lecsót szedek, mint tarhonya. Nem. Miért lenne baj? Ó, de jó. Hát ez... Hát igen. Az a helyzet, hogy... Egy valami hiányzik. Petrezselyem. Csak a jó petrezselyem egyébként. Úgyhogy jó étvágyat mindenkinek. A lecsóról a szabadság igazán. Na, nem csak azért, mert szabadságom vagyok, hanem azért, mert a lecsót szabadon bárki, bárhogyan elkészítheti. És mindig ilyen iszonytatóan finom lesz. Hasonló tartalmakért, Zoli, te jössz? Kövess be!